érkeznek majd a Veszprémiek, és előbb majd az aranyérmeket fogják átvenni. Teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a találkozót a Veszprém. Nagyon készülnek, úgy látszik, a második gyerekre, Nagy Laciék már, de azért ez a teher nem rá fog hárulni, azt gondolom. Minden esetre íme a veszprémi csapat, amely most már fellép a dobogóra, és hamarosan akkor jönnek elsőként az aranyérmek, aztán pedig a Magyar Kupa. A névadó szponzor a Dalkia Energy ZRT által felajánlott külön díjat először Péter Fiatilla adja át, az üzletág igazgatója a cégnek, és ezt láthatjuk, amely itt van Nagy Lászlónon, ez még ugye nem az igazi serleg, és most jönnek az aranyérmek Vetés Ivántól és Fasimon Sándortól, úgy mint az ezüstérmesek, most az aranyérmesek is tőlük veszik át ezt a bizonyos érmet. A Veszprémiek hódító útja nagyon-nagyon régen kezdődött, ami ugye a Magyar Kupák történetét illeti, még Vájv Bramak néven 1984-ben nyerték meg az első Magyar Kupa érmüket. Ekkor még nem lehetett Veszprém uralomról beszélni, hiszen ezután Zsinórban háromszor a Rábo Eto nyert, de tulajdonképpen a 80-as évek végétől már igen. Ekkor Vájv Bramak, Bramak Ese és Fotex VSE néven aratták a győzelmeiket, és aztán elérkeztünk 2006-hoz, illetve 2007-hez, amikor egy szegedi győzelem után 2007-ben MKB Veszprém néven kezdték el a kupák gyűjtését a veszprémiek, és gyűjtik ezeket szép sorjában a mai napig. Azt kell mondjam, hogy szinte beosztatlan előnyre tettek ezzel szert a férfi kézilabda Magyar Kupa eseményeken. Az 56. Magyar Kupa kiírás ez amúgy, és hát durván a felét ezeknek a kiírásoknak most már ugye elmondható, a Veszprém megnyerte egymaga, miatt egészen elképesztő sorozat, én úgy gondolom, úgyhogy Zsinórban hatodszor tudtak nyerni. Vetés Iván fogja átadni Nagy Lászlónak, a csapatkapitánynak a kupát, és ezzel akkor most már hivatalosan is kijelentető, hogy a 2013-14-es év Magyar Kupa győztese az MKB MVM Veszprém KC csapata. Innen is gratulálunk a torna minden négy résztvevőjének, és természetesen külön a győztesnek.